Pindák mester a vendégünk, mert minket most is érdekel, mi van a zömében cigány focista palánták kis klubjával. Jó reggelt kívánok, szervusz! <laughs> mester, változott-e valami, javultak-e a körülmények a tavaszi média érdeklődés után netán annak hatására? Először is jó reggelt kívánok a kedves Digi Sport Televízió kedves nézőinek és a kedves kollégáknak. Köszönöm a meghívást. Hát erre a kérdésre Hát sajnos nem meg kell válaszolnom. Én megmondom, nem voltam akkor se nagyon pozitívan, úgyhogy a magyar valóságnak megfelelően alakult mindenki. Utcán megállítottak az egyszerű emberek, tényleg nagyon sokan gratuláltak, de a tehetősebb vezetők minden szinten ott valahol, valahol úgy elakadtunk, úgy látszik, hát ez nem fér be a profilba, a mai futballakadémiák mellett talán mi egy kis szürke pont vagyunk. Talán az én nevem nem olyan, mint hogyha egy détári Lajos, akit nagyon tisztelek, vagy ugye, hát olyan nevekkel, Mészői Foci Akadémia, hogy, hogy úgy, úgy, hát erre gondolnék, talán lenne egy ilyen, másképp jönne a pénz is. Pedig, hogyha mondjuk akadémiának neveznék ezt a, hát, ezt a kis a képzőt, amit te csinálsz, és ha mondjuk úgy hívnak, hogy Orcitéri Pindák Akadémia, akkor rögtön OTP Akadémia lenne, és nem is volna rossz neve. Hát nem tudom, én, én, talán nem is akadémiába gondolkozok, mert én ha szabad nem érezném így ki, hogy ugye cigány, meg majd egy szegény magyar gyerekek, a József Feres és a, 90 kilenc Kölöttben még mindig nagyon rengeteg a, a kis pénzből élő emberek, tehát köztünk semmiféle különbség nincs, mondjuk ebbe a tényleg a József Város vezetését és a Ferences vezetését is ebben tudom, nekünk együtt kell élni, nagyon sok nemzetiséggel, és úgy érzem aránynak példásan együtt élünk. Soha nem volt edzésem, megint el kell mondanom, magyar cigány és magyar fiatal ember soha nem volt, mert együtt járunk iskolába, stb. stb. De, de hát valahogy, valahogy nem tudom, nem jönnek ugye a szponzorok, egyet nagyon ki kell emelnem, és ha itt megköszönhetném két-három mondatba, akik segítettek, mert ez nagyon kicsit fontos. segítettek? Hát nagyon éveken át, amióta három éve ez a kis csapat megalakultunk hivatalosan, hát a Blasznak a vezetésétől, a Portáns bácsitól kezdve a főtitkár úrig, az átigazoló bizottságtól kezdve mindenki, hogy mindig időben, mert egy kicsit mi lassabban dolgozunk a, ebbe a kultúrában, mindig készen voltak az igazolások, anyagilag, erkölcsileg, szerelésbe, labdába, mindenbe segítettek. Nagyon sokat segített a, a, a sportkórháznak a gárdája, Sós Katalin az élen, az orvosi csoport, minden, megint nálunk egy kicsit minden nehezebben aranyosak voltak. Nagyon sokat segítettek rivális klubok, ami olyan megható volt, hogy a kellenvöltő szerelés futballcipőket kaptunk. Az etalontól szereléseket kaptunk, ingyen tornalehetőséget lehetőséget kaptunk. Tehát, ha szabad mondani, egy picit talán nekem is részem volt, hogy ezek a cigány eljutottak a módosabb kerületekbe, a 15-16 kerület, Pest, Lőrincre, mindenhol, és amikor beléptünk a kapun, és kiréptünk a kapun, tehát nem kaptunk csak pozitív megjegyzéseket, meg tapsokat a mérkőzés után, hogy egy rendezett, összeszedett kultúráltárság volt. És én ebben változatlanul hiszek, mert nekem van egy példaképem, lehet, hogy megmosulnak sokan, én nagyon tisztelem a bőjte atyát. Én valahol én azt a dolgot sportra lefordítva látom, igenis, ezeket a gyerekeket össze kellene gyűjteni, erre kérnék most is mindenkit, aki nézi, legyen politikus, vállalkozó, milliómos, most van ez a 70 os adótörvény is, ugye, vagy úgy igen, tudom, igen, lehet adni, hogy, hogy próbáljának azt átérezni, hogy ezeknek a gyerekeknek ez az egyik nagyon nagy kitörési lehetőség. Mindig azt szoktam a brazil gyerekeknek, vagy az afrikai gyerekeknek a sport által, mert nagyon tehetséges és szerethető gyerekek, a zsívánságuk ellenére. És én, én, már ebből nem tudok, mert sokan mondják, hogy nagyon, hát nem normális vagyok, azt el is fogadom, de ezektől a gyerekektől nem, a világ minden pénzé nem tudnak hívtak klubok, komoly pénzeket, de én ha szabad, én szültem meg őket, nem tudom, mit hagyják. Ez teljesen vilagos, Bocsánat, hogy Ez egy szenvedély. A... Ez egy szenvedély. Hát ez, ez egy őrült szenvedély. Azt mondd meg, Laci, hogy azok a kisrácok, akik a legügyesebbek voltak, azokat mennyire keresték meg kluboktól? Hát... Ez, mondjuk például itt láttuk a, a, a lakatost. Hát félként. el is érzékenyültem, talán láttad, hogy kicsit sírtam. Én hogy... is <laughs> 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 családi a és feleségem 80 napja, nagyon súlyos fekvőbeteg. Most hoztuk haza a lányom, haz a a fiam mellette, hogy nekünk a feleségem 42 éve édesanyja, és ennek ellenére azt mondtam, amíg én élek, fogadok inkább. Van egy idős déni, egy, ha szabad mondani, egy szerény óradíjér, és azért, hogy kimersek, hogy ne engedjem el őket, mert látom a munkámat, még egy évet gondoltam, hogy maradnak ezek a gyerekek, de a körülmények én azt mondom, igen, el kellett menniük. Sajnos nem megfelelő a pályánk, nincs is, szóval borzasztó körülmények között dolgozunk, és elmentek a Ferencvárosok, nagyon büszke vagyok a két lakatosra, pont az előttem is, a Dragoner Attilával most voltam egy, egy órát, beszélgetünk, nagyon pozitív beszélgetést az Attilával, hogy két kitűnő tehetséges, ugye ők a 31 gól, a gól király lett, a Zolikában egy fantasztikus, én mind a kettőt úgy hogy válogatott ez. Akkor a Gocsú, másik két kisfiú a Mac még egy kisfiú a fradi és itt sorba a gyerekek, és hát sorba álltak a klubok ezek a gyerekek, meg most is, tehetségek. Jönnek, jönnek újak? Hát én most ugye műtétem volt, kórház voltam, azt költötték a halálíremet, hogy nem lesz csapat, meg probléma, de aztán fölkeltem a poraim, elmentem a nyári táborba, körbejártam a tereket, lementem, és elindultunk, igenis jelenthetem, mindenkinek nagy szeretettel várjuk a kett csütörtöki edzésen az internetnál Orszi Kerti a gyerekeket, 2001-től 1999-ig elindultunk az első mérkőzésen, egy-egyet -egy csináltunk egy, egy Gólokkal nyerhettünk volna, Picsinyi megható volt, hogy játszottak a Veronka néniért, és a mostani meccsükön is egy BVSZ-nél hát négy-egyre kaptunk, csak ki sok helyzetünk volt. És most megyünk a hétvégén, szombaton Budakeszire az U12-esekkel, vasárnap megyünk az u 13 a Budafokra, és elindulunk megint fölfésni és bízom benne a jó emberekbe, és a jó nembe. Az utolsó kérdés, azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy kicsit nyugodtan lehessen stabil háttérrel dolgozni, mennyi pénz az, ami, ami, ami hát, mondjuk nagyon nagy segítség lenne ennek a társaságnak? Én szerintem, én szerintem, igen, a pénz is, de elsősorban a jó szándék, meg itt lehet, hát apróságot, hogy egy, egy, adok, mit tudom, tíz karton ásványvizet valaki vagy ilyen, én ebbe gondolkozok, adok ezt, adok azt, és a pénz még ott a vén. hát igen, most ilyen pillanatban nincs futballpályánk, az áldozatos hát, klubok fölcseréljék a pályaválasztókat, mert alsó hangon 15 ezer forint egy mérkőzés. Mert Tehát annak idején azt mondtad, hogy a, 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 a az olyan 1 millió forint kellene. Hát a nyugodt mi az nem, hát ez roppant kevés. Egy millió forint kellene ahhoz, hogy mondjuk én nem veszek fel edzői díjat, de ha én ide akarnék hozni egy-két, ma egy fiatal edzőt, hát ugye meg kell élniük alsangon általában 50-60 ezer forint egy havi díj. Tehát itt ilyennek vannak ilyen elsőbe edzőket, kellene egy-két edzőt, hogy én az egész klubot, amit szeretnék, ezt az úgynevezett titkos tervem, ez a Farkas János tanoda, hiszen Vágógyi utcai szülöttünk a János, ha szabad mondani, Isten nyugosztalja, személyes barátságban is voltunk, és ezek Hallertéri Józsefvárosi gyerekek. És hát én egy Farkas János tanodára mögém állni egy üzletember, az, az, az nagyon nagyot nyernénk vele, és egy mondatot még, és még egyet kifelejtettem, azóta nagy megtiszteltetésben volt részem az adás után, is köszönöm a Digi Sport TV nek a Rotári Klubnak az elnöke felhívott, egy 50 perces prezentációt tarthattam az interkontinentál halb, és a kedves labdarúgó vezetőknek, Ormán Viktor miniszter úrnak, és Csányi Sándor MLS elnök úrnak, mondom, egy vastaps kapta a beszámolomat, hogy én itt is kérném a segítséget tőlük, bízom bennük, Jó. hogy karolják fel a szegények. Farkas János tanulva, legyen ez a következő cél, és vissza fogunk még erre térni, és figyeljük a fejleményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm a, a megtiszteltetését.